Sziasztok, üdvözöllek titeket a reggeli arcommal. Ma egy random vlogolós napot, fél napot fogok tartani, ugyanis tegnap kitaláltam, hogy kihasználnám ezeket a szép őszi napokat, és ma beszeretnék menni a városba, picit sétálgatni, kávézgatni, igazából csak így lazítani, meg tényleg csak élvezni a szép őszi időt, és este miután lefeküdtem, éjjel fél egy körül eszembe jutott, hogy de hát miért ne vlogolnék? Úgyhogy ez fog most következni, ne számítsatok semmilyen túl megszerkesztett dologra, tényleg csak elviszlek magammal benneteket erre a szerintem fél napra igazából, és hát bízom benne, hogy tudlak benneteket picit motiválni arra, hogy ti is használjátok ki ezeket a szép őszi napokat, és fedezzétek fel a környezeteteket, úgyhogy tartsatok velem! Mint minden nap, de tényleg minden nap, ezúttal is zabot fogok enni, vízzel szoktam elkészíteni, fahéjjal, illetve még sovány krémtúrót szoktam hozzárakni. Én egyébként ezt a sovány krémtúrót az Aldiban szoktam venni, mert ott van ilyen 0,2%-os, illetve ez ráadásul egy ilyen krém túró, emiatt sokkal jobb az állaga, mint egy ilyen átlagos túrónak. Ezzel szoktam összekeverni a kis zabkásámat, és elképesztően jó lesz tőle. Gyümölcs nélkül nem teljes a dolog, úgyhogy még megszórom egy kis áfonyával, ez az egyik kedvenc kombóm egyébként. Hát ez az a kaja, amit nem lehet túl instakompatibilisen elkészíteni, minden esetre finom és egészséges is. Úgyhogy a reggeli mellé szerintem berakok egy kis Netflixet. Ha már ősznél tartunk, akkor nyilván Szívek szállodáját kell néznem, mert annál őszibb sorozatot egyszerűen nem tudok elképzelni. Mindig, ahogy nézem a részeket, folyamatosan azon jár az eszem, hogy hogy tudták ennyire tökéletesen felépíteni a Szívek szállodája világot, hogy mindig a legidillebb őszi hangulatot árasztja. Rögtön tartalom is kell egy kis szünetet a Szívek szállodájába, mert meg kell kérdeznem, ha esetleg valamelyikőtök kisvárosban lakik. Létezik ehhez hasonló hely? Mármint ahol minden ünnepet meg alkalmat kihasználnak valamilyen kisvárosi összejövetelre? Nem hiszem, de annyira szeretném hinni, hogy igen. Úgyhogy ha van valahol ilyen hely, szeretnék oda költözni, írjátok meg kommentben. Be kell valljam, hogy a reggeli elfogyasztása után érkező kajakómával különösen szimpatikus lett az ágyam, de nem fekhetem vissza. Viszont lehúzom az ágyneműt, és még gyorsan berakom mosásra, mielőtt elindulok. Direkt tegnap kint is hagytam már a szárítót, miután leszedtem a ruhákat, hogy semmiképpen sem felejtsem el. Egyébként ilyenkor szombatonként délelőtt szoktam tartani egy ilyen nagy takarításszerűséget, de mivel most így a héten nem voltam sokat otthon, ezért igazából csak az ágynemű mosás marad, úgyhogy gyorsan megcsinálom, és ellenállok a kísértéstek, hogy még visszabújjak a takaró alá. Na, én most már útra készen, ezt a kis sportos szettet választottam magamnak, úgyhogy induljunk is. Azt hiszem, teljes nyugodtsággal kijelenthetjük, hogy a lehető legjobb döntés volt elindulni, ugyanis tökéletes őszi idő van, pólóban vagyok, úgyhogy azon gondolkoztam, hogy ha egy ilyen kis állat lennék, és egy állatkertben lennék, akkor ez az időjárás lenne kiírva, hogy ez számomra a legideálisabb. És időközben, a legnagyobb hangzavar közepette, remélem azért még hallotok, megérkeztem az úti célomhoz, amiről idáig nem beszéltem nektek, és az nem más, mint a Károlyi kert. Mikor ideértem, egyszerre az összes oldalról elkezdtek valamilyen földmunkát végezni, úgyhogy inkább még egyszer felveszem azt, amit az előbb már 2 percben elmeséltem nektek. No de, az úti célom a Károlyi kert, azon belül is a Pocket Automata, ugyanis 3 könyvvel is le vagyok már maradva. A Nagy Gatsby, a Rémségek cirkusza és a harmadiknak a címére nem emlékszem. És Instagramon láttam, hogy itt is már van egy automata, és mivel szerintem Budapest egyik legszebb parkja a Károlyi kert, gondoltam, kihasználom ezt a jó időt, és összekötöm a kellemeset a hasznossal.
és eljöttem ide beszerezni az újdonságokat. A Nagy Gatsbyre különösen kíváncsi vagyok, ugyanis egy műanyagmentes papírcsomagolást kapott, ami a képek alapján gyönyörűen néz ki, bár közben azt is láttam Instagramon, hogy hamarosan újra elérhető lesz, szóval nem biztos, hogy lesz belőle az automatába, de legalább remélhetőleg a másik kettőt meg fogom tudni venni. Egyébként a Nagy Gatsbyt már olvastam pár éve eredeti nyelven, de magyar fordításban még nem, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Most is éppen vannak vásárlók az automatánál, amióta itt vagyok egyébként folyamatosan, amit nagyon jó látni, úgyhogy mindjárt megvárom, hogy kiürüljön ott a terep, és aztán szurkoljatok, hogy legyen. Nem is lehet nagyon eltéveszteni rögtön itt a bejáratnál, és... Hát igen, a Nagy Gatsby sajnos nincs, viszont, ahogy említettem, nekem nincs meg a Rémségek cirkusza, és ez a mellette lévő, ami egy Vörös Sándor kötet, úgyhogy ezt a kettőt fogom most megvenni. Az egyes számú szerzeményünk meg is van. És... hol van? Itt van. Meg is vagyunk. A Károlyi kert egyébként még azért is nagyon jó az olvasásra, ugyanis nem csak egy pocket automata van itt, hanem van itt egy ilyen kis közösségi könyvtár szekrény, amihez bárki hozzáférhet ingyenesen, eljössz ide a parkba, kinyitod a szekrényt, kiveszel egy könyvet, amit olvasni szeretnél, és miután befejezted itt a parkban az olvasást, egyszerűen visszarakod ide. Szerintem fantasztikus, hogy léteznek ilyen dolgok, és az még fantasztikusabb, hogy tele van könyvvel ez a szekrény, mármint abban az értelemben, hogy ugye szabadon kiveheted belőle a dolgokat, mégis itt van egy csomó dolog, és amíg itt álltam és készítettem ezeket a felvételeket, több ember is jött és éppen rakott vissza ide könyvet, úgyhogy fantasztikus dolog, hogy vannak ilyenek. És azon gondolkoztam, hogy nekem van jó néhány könyvem egyébként, amit itt szeretnék elajándékozni, és arra gondoltam, hogy valószínűleg a következőnek erre járok, akkor ide be fogom rakni ebbe a szekrénybe. Remélem ez nem baj. Egyébként az egyik tematikus városi séta alatt ismertették meg velem a Károlyi Parkot, és ugye van itt egy ilyen nagy nyúlszobor, és szerintem kevesen tudjátok, de a parknak van egy élő nyula is. Nem tudom, hogy most így ősszel itt van-e még, de tudom, hogy hol van a kis ketrece, úgyhogy nézzük meg, hogy itt van-e. A ketrece rögtön itt van a parkőrházikója mellett, és hát egyelőre nem találtam még meg. Biztos itt van, mert közben így jártak itt gyerekek is nézelődni. Gondolom be van bújva valahová a házába. Ott van, nem tudom, látjátok-e, hatalmas nagynak tűnik innen, az arca pont nem látszódik, várjunk csak, hoppá! Hát szia, nyuszi! Na jó, hagyjuk őt pihizni. Egyébként én imádom ezt a környéket, nagyon szeretem a mostani helyet is, ahol lakom, viszont itt ez a Kálvin tér, Rádai utca, Károlyi kert, Múzeum kert, Palota negyed rész, az szerintem valami gyönyörű, úgyhogy szívesen laknék ezen a helyen. Ti egyébként hol laknátok legszívesebben Budapesten? Kíváncsi vagyok, ajánljatok nekem még ilyen felfedezésre váró helyeket. Időközben vettem egy kávét, és leültem ide olvasgatni, és hát surprise, surprise, egy harmadik pocketet olvasok, amit elhoztam magammal, de elképesztően feltöltő számomra csak itt ücsörögni, olvasgatni, meg csak úgy jelen lenni. Én jelen lenninek hívom azt, amikor nem olvasok, nem nyomkodom a telefonomat, nem csinálok semmit, hanem csak így nézelődök, és így nézem magam körül, hogy mi történik. Ez a legjobb hétvégi program, amit kitalálhattam magamnak. Indulás előtt még gondolkoztam rajta, hogy hívjak-e magammal valakit, de én igazából így szeretek egyedül programokat csinálni magamnak, úgyhogy igazából ez egy ilyen randi önmagammal, a tökéletes me time, és hát nagyon jó érzés volt. Az előbb ránéztem a szemmel lévő padra, ahol ült egy család, és éppen most vettek a színe alapján szerintem egy kis herceg pocketet, és éppen lapozgatták. Nem tudom miért, de kb. Úgy érzem, mintha ez az egész pocket az én kitalációm lenne, annyira így közel áll hozzám, úgyhogy amikor másnál látok egy ilyen könyvet, mindig annyira megörülök neki. Valamiért így előhozza belőlem a gyerekkori gyűjtő szellemet. Biztosan ti is gyűjtöttetek valamit kisebb korotokban. Én emlékszem, szalvétákat gyűjtöttem, és kb. Az összes lánybarátnőm szalvétákat gyűjtött abban az időben. Hát nagyon kíváncsi lennék, hogy a mai tini lányok vajon gyűjtenek még szalvétákat?
És mi vajon miért gyűjtöttünk szalvétákat? Fogalmam sincs, de szerintem a mai napig megvan a szalvéta gyűjteményem a padláson, több cipős dobozban, és emlékszem, hogy különösen nagy értéknek számított, ha volt egy olyan szalvétád, amilyen textil hatású volt, de mégis papír. Konkrétan emlékszem, hogy pontosan milyen mintái voltak, mert annyira örültem. Az volt egy igazi gyöngyszeme a gyűjteményemnek. Ez egy teljesen off-topic megjegyzés volt. Úgyhogy most csak itt pihengetek egy darabig, aztán pedig lehet, hogy elkezdek visszafelé sétálni, most nem busszal megyek, vagyis túl hosszú lenne gyalog hazamenni, úgyhogy egy darabját lesétálom, egyet pedig metrópótlózok. Nem tudom, mennyire látjátok azt a szürkeséget ott, de valami nem jó készülődik, úgyhogy inkább elindulok hazafelé. Éppen hazafelé sétáltam, és valamilyen desszertnapokban találkoztam itt a Bazilikánál. Rengeteg ilyen kitelepülés van, és hát az az igazság, hogy most egy csuroszos hely mellett sétálok el, és igencsak nehéz megállnom. Valószínűleg nem fogom tudni megállni. Pedig részben azért is indultam haza, mert elkezdtem éhes lenni, és gondoltam, ne csábuljak el semmilyen utcai kajára, hanem az otthon elkészített viszonylag diétás kajámat egyem, és erreből pont egy desszert napos helyre kell bele csöppennem. Ennek a mondatnak nem volt értéke. Sikerült egy ilyet elkövetni, most nem ütöttem el magam. Szóval nagyon bízom benne, hogy jó lesz, úgyhogy most el is hagyom itt ezt a helyet, mielőtt még elcsábulnék, ugyanis nagyon gyönyörű dolgok voltak. Édesnapok Budapest! Jó, azért nyilván örülök neki, kicsit titkok. Na, elfogyasztottam ezt a nagyjából 3000 kalóriás, 90% cukorból álló csodát. Egyébként nagyon finom volt, és szerintem tök jó ára is volt ahhoz képest, hogy ilyen belvárosi, kifejezetten édességes napon vettem. Az 5 rúd 1200 forint volt, és tavaly, ha jól emlékszem, akkor a szigeten is vettem egy csuroszt, szintén 1200 forintért, ahol eléggé megörültem neki, hogy hát ahhoz képest, hogy a szigeten vagyok, egész jó áron van, de aztán egy rudat adtak. What? És ráadásul körülbelül 30 percet vártam érte. Na de mindegy, ez nagyon fincsi volt, úgyhogy most büntetésként hazasétálok, ami viszonylag hosszabb lesz, de mivel gyönyörű az idő, nem baj. Konkrétan annyira tele van a sem a csurosztal, hogy csak szuszogni tudok. És így átgondoltam ezt a videót, meg amiket így dumáltam benne nektek, és hát igazából ennek a videónak lehetne az is, hogy random percek és gondolatok Fruzsival, vagy randi önmagammal. És arra gondoltam, hogy ha nem találjátok túl randomnak ezt az egészet, meg értelmetlennek, akár egy sorozatot is csinálhatnék belőle, amikor elviszem magamat a kedvenc helyeimre, és megmutatom nektek, hogy hogyan szoktam kikapcsolódni, meg picit lazítani a városban, hiszen olyan gyönyörű helyek vannak Budapesten, hogy azokat nagyon szívesen megmutatnám nektek, és ha ehhez elfogadjátok ezt az őrült narrációt, amit tudok nyújtani mellé, akkor ezt a kombót tudom nektek felajánlani. Mit szóltok hozzá? Írjátok meg! Most pedig már elköszönök, hamarosan indulok. Hát először haza kell érnem, de onnantól kezdve majd, ha hazaértem, akkor indulok az unokatesómékhoz, ahol lesz egy kis kerti sütögetés, de onnan már nem vlogolok, szóval köszi szépen, hogy velem tartottatok ebben a videóban is, és jelentkezem legközelebb. Sziasztok!